November 10-én pályaorientációs napot rendeztek a Gregor József általános iskolában, ahol az esemény égisze alatt a Sulidoki program interaktív foglalkozásaira is sor került. Az intézmény diákjait szakmai, szituációs gyakorlatok, baleseti szimulációs bemutatók várták. Az esemény fő védnöke Dunai Mónika országgyűlési képviselő volt. Pályaorientációs napot tartott a Gregor József általános iskola, amelynek keretében első ízben rendezték meg az intézményben az úgynevezett Sulidoki programot, a Budapesti Polgárőrszövetség, az Inter-Európa Mentőszolgálat, a rendőrség, illetve a tűzoltóság közreműködésével. Drózdi László, a Zuglói Polgárőrség tagja, a kezdeményezés megálmodójaként kifejtette, hogy a 2017-ben elindított akciót egyre több intézménybe sikerült már eljuttatni. Igazából egyik rendőr kollégám, aki mai napon részt vesz, Szalai Márton, neki volt egy óvodapedagógus ismerőse, akinek kellett ilyen elsősegély felkészítés, és hát elkezdtünk beszélgetni, és ebből az sült ki, hogy szervezünk az oviba egy ilyen elsősegély napot, és tanítsuk meg a gyerekeknek, hogy hogyan is nyújthatnak elsősegélyt. Nyilván a maga nemében, nyilván a maga professzionális dolgaiba, tehát hogy gyerekek nyilván máshogy magyarázzuk el, hogy összeállítottam egy csapatot, meghívtam pár ismerősömet, még akkor iskolás voltam, a Kanizsai Dorottya Katolikus Gimnáziumban és egészségügyi szakközépiskolában, onnan hívtam pár barátomat, és velük együtt indult ez az egész 2017 májusában. Az interaktív esemény főként a rendvédelemmel kapcsolatos hivatás szeretetére hívja fel a figyelmet, valamint arra, hogy miként viselkedjenek a fiatalok, ha veszélyhelyzetbe kerülnek. Ebben látott fantáziát a Budapesti Polgárőr Szövetség, és karolta fel a Sulidokit, amely mára önálló prevenciós program folyamán nőtte ki magát. Hangsúlyozta Steiner Attila, ügyviteli és gazdasági alelnök, aki megfogalmazta azt is, hogy mi a legfontosabb céljuk a rendezvénnyel. Én azt gondolom, hogy elsősorban hogy alapvetően maga a megelőzés, hogy lehet az egészségünkre odafigyelni, a közbiztonság, illetve a biztonság tudatosságot. Ugye itt a programon keretén belül az internet használatra is, illetve a cyberbullyingra is próbáljuk felhívni a figyelmet. Tehát minden olyan elemre, ami a megelőzése, mint a legkisebb befektetése fordítja a hangsúlyt, és a program részeként megpróbáljuk a gyerekeknek bemutatni, hogy milyen következményei vannak azoknak a döntéseknek, vagy rossz döntéseknek, ami egy picit nagyobb figyelemmel elkerülhető lenne. 2016 óta van lehetőség az intézményeknek arra, hogy tanítás nélküli munkanap keretében pályaorientációs napot tartsanak. Mondta el Molnár Anna, a Gregor József általános iskola megbízott igazgatója. Hozzátette, kiemelten fontos, hogy a diákok megismerjék a továbbtanulási lehetőségeiket. Az iskolánkban 71% a tanulóknak gimnáziumba megy tovább tanulni. Ezért nagyon fontos az, hogy a gyerekek, ugye most már átalakult a szerkezete, a középiskolai szerkezet, és nagyon fontos az, hogy a gyerekek megismerjék, nem csak a gimnázium adta lehetőségeket, hanem a szakgimnáziumot. Ugye most már nincs szakközépiskola, tehát szakgimnáziumokat, illetve a szakközépiskolákat, ami egy másik területe a továbbtanulási lehetőségnek. Gondoljon bele, 71% meg gimnáziumba, tehát szükség van arra, hogy a gyerekek, ha képességeik alapján lehetőség van arra, akkor menjenek el szakgimnáziumba is. Erdei Klára szervező utalt rá, nagyon büszke arra, hogy a Sulidoki kezdeményezés az intézmény volt tanítványának, Drózdi Lászlónak a segítségével valósulhatott meg. Mi nagyon büszkék lehetünk, mert nagyon sok híres ember ment ki közül a mi iskolánkból, színészek, művészek, kerámikusok, orvosok, fogorvosok. Ő viszont hát nem volt egy kitűnő tanuló, de mégis megtalálta azt, amivel megszólíthatja a gyerekeket. És maga a program az a mentő, mindenféle segítő szakmába nyújt belelátást egyrészt, másrészt meg mivel a felsősök nagyon fontos már az életkori adottságokból adódóan, hogy sokkal inkább hallgatnak a kortársakra, mint a felnőttekre, és ezt a programot nagyrészt fiatalok, szakgimnáziumban tanulók és fiatal felnőttek mutatják be. Dunai Mónika Rákosmente országgyűlési képviselője fővédnökként és mint az iskola egykori tanára köszöntőjében kifejtette,
Az esemény fontossága abban rejlik, hogy a gyerekek elsajátíthatják azt, hogyan segítsenek a másikon, illetve azt, hogy miként tudnak együttműködni. Itt ez a program arra is egy nagyon jó példa, hogy hogy tudtok ti diákok egymás között együttműködni, nem csak a segítségnyújtásban, hanem bármiben az életben, hiszen együttműködésre mindig, minden területen szükség van. A megnyitót követően az eseményen résztvevők egy túszejtési szimulációt, illetve egy szakszerű mentési gyakorlatot is bemutattak a jelenlévőknek.